Csaba János vadászmester ismertette, hogy pontosan miben nyilvánul meg az őzek viselkedésének megváltozása. Mozgásuk megváltozik, kiszámíthatatlanabban válik a mozgásuk, és a közlekedőkre ez veszélyt jelent. Ugyanúgy a gépjárműre, motorosra és a biciklisekre is, akik a kint a természetben, bicikli utakon is közlekednek. Ez abból adódik ez a hirtelen mozgásuk, hogy a természetük ugye most ivazási időszak van, és a bakok rivalizálnak, a sutákat hajtják, egymást hajtják, és így bármely pillanatban, bárhol feltűnhetnek. A vadásztársaság felhívja a kutyasétáltatók figyelmét is, hogy ezekben a hetekben különösen vigyázzanak magukra és kedvenceik testi épségére. Előfordul, hogy a friss őz szagára beindul a kutya, megpróbál utána menni a váltóján, és ebből is lehet baleset. Az őz megúszza, átúrik az úton, és a kutyát megelőti az autó. Tehát ilyenkor a kutyasétáltatóknak is oda kell figyelni a kutyájukra, hogy pórázon legyen. Egyébként se lehetne másképp, kint a területeken csak pórázon a kutya, de hát az a gyakorlat, hogy azért viszik ki a kutyát, hogy tudja, szaladja ki magát. De nincs is ez a különösebben nagy probléma, csak ilyenkor ez egy külön veszély. Meg hát az is ne van, hogy esetleg elveszhetnek ezek a kis kutyusok. De nem csak a vadak jelentenek veszélyt július végén és augusztus elején. Emlékeztetett erre Köves Péter, a Tolna vármegyei katasztrófa védelem szóvívője. Adott esetben egy vihar, ami hirtelen érkezik, adott esetben erős széllökésekkel, illetve a hirtelen lezudró nagy csapadék megint csak az út viszonyokat tudja ilyen szinten rontani. Leszakadhat egy-egy faág is az út testre, illetve fák is dőlhetnek ki, ezekkel is számolnunk kell, és itt a július közepétől augusztus közepéig tartó időszakban pedig a vadveszélyre is fokozottan figyelnie kell az út testen közlekedőknek. Fontos, hogy az utakon betartsuk a táblák által meghatározott sebességeket, és ahol jelzik a vadveszélyt, óvatosak legyünk.